Sziasztok, október 3. epizód. Most annyiban különbözik ez a mai vlog, hogy össze kellett hoznom itt a dolgokat, és mivel tegnap nem videóztam, ezért a mai napomat mutatom meg nektek, ma vasárnap van, és valószínűleg ilyen 4-5-ig fogok videózni, és utána meg majd megpróbálom megvágni, és a mai napon még feltölteni. Úgyhogy holnap pedig azt terveztem, hogy felveszek egy ilyen lakberendezési holt, Pepco, Sinsay, Hound, nem ilyesmi, és akkor az lesz a vlogtober epizód, úgyhogy most így összejöttek a dolgok, de megoldom, nincs ezzel probléma, elkészülöttem, és ma megyünk anyósomhoz ebédelni, úgyhogy azért vágtam így haptákba magam, de amúgy nem szoktam így a hajamat sem elsőjönálni, meg semmi sminka az utóbbi hetekben legalábbis nem sok alkalom volt arra, hogy így kikeráztam magam, de úgy voltam vele, hogy ma szép idő is van, és kedvem is volt egy picit sminkelgetni. Egyébként azt leszámítva, mi megyünk majd a házhoz, és folytatjuk a szigetelést, én pedig folytatom vagy a zsalugáter festést, vagy pedig a székek festését, vagy éppen segítek a szigetelésnél, mert van kint munka, meg füvet kellene nyírni, de szerintem azt most vasárnap délután nem fogom a szomszédokat ezzel cseszegetni, hogy a nagy benzines fűnyíróval én nekiállok füvet nyírni. Úgyhogy majd jelentkezem nektek délután, hogyha végeztünk az ebédkével. 2 óra környékén van, és nekem az a tervem, itt vagyunk egyébként már a háznál, és az a tervem, hogy összeszedem a faleveleket, és múltkor vettünk a Lidl-ben ezt a Parkside-os, mi a neve, levélszívó, lombszívó és aprítót, és az a helyzet, hogy nem olyan jó, pedig én nagyon örültem volna, hogyha aztán tömérdek mennyiségű diófa levelet valamivel össze tudom majd szedni, meg aprítani, meg minden, de nem a legjobb. Nagyon szépen összefújja, mert egy ilyen fújó funkció is van benne, viszont nem, valahogy így az első 15 másodpercben nagyon szépen föl is szívja, de mivel a diófa leveleknek van ilyen szára, az valahogy nem jön össze neki, és egy fél percig szépen szívja, utána pedig, mint hogyha sem ennyit. Nem tudom, hogy ez most széria hibás, vagy bármi baja van-e, de nem jó. Úgyhogy nem szívesen használom. Egyébként tényleg nagy, masszív és tök jó áron van. Itt van maga ez a dobozza, már össze van rakva egyébként, tényleg minőségre nem spóroltak ki belőle semmit, meg van rá garancia is, nem tudom, hogy visszavigyük-e, vagy ennek van-e valami baj, de egyszerűen tényleg nem szívja fel a leveleket úgy, ahogy kellene. Viszont amit meg felszív az első 15-30 másodpercben, az viszont szépen összeakarítja, mert ugye az a lényege, hogy ilyen kis szütyőben össze a kis vagdalja 3000 wattos, úgyhogy még azt sem mondhatnám, hogy kis gyenge, de valami. Vagy rosszul raktuk? Nem tudom. Fogalmam sincs. Ezzel lehet fújni. És most azt hiszem a szívó van rajta. Kipróbálom megint, hát ha most valahogy más a gyerek fekvése, de nem gondolom. Nem tudom, hogy mi újság. Itt van egyébként. Hát ez a vlogtober epizód úgy tűnik, hogy 2 napos lesz, és csúszni fog, hiszen hát nem sikerült, amit terveztem, hogy én majd délután megvágom a videót, na mindegy. Úgyhogy lehet, hogy lesz ilyen is, de nem baj, jó, mintha nem lenne semmi. 2 napot fogok összerakni nektek, úgyhogy holnap találkozunk. Sziasztok! Hát először is, ahogy tegnap mondtam, folytatom ezt az epizódot, és igen, ugyanaz a pulcsa van rajtam, mint amit tegnap láthattatok a videó elején rajtam, de aztán végül lecseréltem, mert ez melegnek bizonyult tegnap, és valószínűleg ma is, de viszont most annyira fázom, így reggel még nagyon hideg van, úgyhogy ebben indulok el. Egyébként ez egy Houndmesh felső, és nyáron vettem a leárazásokon, éjjel. Szóval, most felvettem egyébként egy Pepco, meg Sinsay, meg minden, mit tudom én, hol videót, ott vannak a cuccok, lent itt még, el kell pakolnom. Most azon gondolkodom, hogy lehet, hogy elviszem a házhoz, lerakom a pincébe, mert minek hurcibáljam föl le a szobámból, mert ahogy elég nehezek, elég sok minden volt, hogyha láttátok a tegnapi epizódot. Most pedig indulok a bankba, megyek az Árkádba, de ott van ilyen befizető automata, és odaindulok.
Aztán most vagy elmegyek Palkóhoz, hívtam, hogy gyorsan ki tudnék ugrani az építkezésre hozzájuk, és megnézni, hogy mi újság, de nem vette fel, úgyhogy lehet, hogy nem lesz ebből semmi. Utána viszont a házhoz megyek ki délután, hogyha addig sikerül mindent elintéznem, meg közben lesz egy találkozóm is, de csak egy gyors aláírás kell. Szerintem délig végezni fogok, és ennyi. Szerintem a mai nap, a tegnapi tényleg annyira elhúzódott meg ez az egész szombat, hétvége, meg minden, annyira bele kellett húzni most a szigeteléses részbe, meg így a külső körletbe, hogy egyszerűen ez a vlogolás nem volt előtérben, meg mondom, kim voltak a családok, meg most kim volt a család, és akkor mindenki segített, kim volt anyósom, meg tesómék, meg apáim, meg minden, és akkor mindenki ott volt, nem akartam már így lopni a napot, már azt hiszik, hogy én ezzel azt csinálom, na mindegy, csinálni kellett a dolgokat is, haladni kellett, úgyhogy most megindulok, már töltöm fel egyébként a videót, mert felvettem és megvágtam ezt a lakberendezési hol videót, amit hétfőn láthattok, azaz ma, majd felteszem, amikor feltöltődik, és akkor ezt a harmadik, negyedik részt, ezt pedig majd holnap fogjátok látni. És akkor lényegében vasárnap nem volt vlog, de remélem, hogy megbocsájtotok nekem. Nézzétek, milyen cukiságot szereztem be. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de vannak ezek a házaló alapítványok. Most éppenséggel a Mórahalmi Reménye Beteg Gyermekekért Alapítvány. Ők csöngettek be, hogy lehetett venni plüssöket, és akkor ugye az alapítványnak a támogatására, és hát vettem egy ilyen kis cuki kutyát. Nem tudom, valahogy úgy megfogott, hogy alapvetően nem szoktam őket ilyen formában támogatni, én nagyon szkeptikus vagyok, félek, hogy rossz helyre kerül ez a pénz, és hogy bárki oda jöhet, hogy ő ennek a megbízásából van, de most bizalommal, de megvettem ezt a kis macit, ami valahogy nagyon jó kedvre derített. Nagyon kis aranyos. Na de megyek, mert sose fogok végezni. Beugrottam hazafele a DM-be, most itt az Arcádi DM-be, ha már ott voltam a banknál. Vettem egy-két dolgot, tusfürdőt, ez múltkor nagyon bevált, Gábornak sampon, a tusfürdő, arclemosó, vettem a szokásos dezodort, de megláttam ezt, hát ha ez beválna neki, úgyhogy ilyen teszt alanyként vettem egy ilyet, megvettem a kedvenc zsebkendőmet, aztán bementem az nem az Lidl-be, ott is vettem egy-két dolgot, csak már elpakoltam a nagyját, ezeket kiviszem az udvarra majd, meg viszek a házba is belőle, rengeteg madárkaját vettem, mert nagyon jó áron van most még, utána pedig eléggé fölviszik az árát. Vettem 3 kiló simát, meg ilyen labdát. Ilyet vettem. Ezt is nagyon szokták szeretni. Itt vagyunk és dolgozunk. Most éppen szigetelés folyik. Itt van a szigetelővágó, ami szakszóval cekász. Ezt is megtanultam. Úgyhogy fent az erkély részénél szigetelnek a fiúk, és én vagyok itt a segédmunkás, aki hozzá viszi az anyagot, tök jó. Meg aki így kilogikázza, hogy milyen darabok férnek hova. A festők pedig elkezdték lefesteni a korlátot a lépcsőnél. És az lesz a terv, hogy a babák fehérek, és ahogy látjátok, maga a kész, vagy ez a fogóckodó rész, ez pedig ugyanolyan színű lesz, mint az ablakok. Úgyhogy ilyen barna színű lesz. Egyelőre ennyi van kész belőle, mert a festők már elmentek, ilyen 5 óra magasságában lehet. És mi meg még itt vagyunk, és sötétedésig dolgozunk. Dolgozgatunk. El vagyunk. Bye.
majd a következő projekt lesz, hogy lefestem ezeket a vaskorlátokat, vagy vaskorlátot, nem tudom, hogy mondom többen számba, vaskorlátot, hogy ez végig az erkélyen végig húzódik, és hát ezt szerintem soha nem volt lefestve, mert hogy az első festésén kívül, és ezt feketére fogom festeni. Főfelügyelő. Igen, rólad van szó. Az ágyad üres, ott nagyon jó minden belátsz, mi? Nem tudom, hogy mennyire fogtok hallani, de már fél hét lesz, és mi sötétedős előtt indulni akarunk, már hát egy 20 perc múlva ez itt lesz, de összepakoltunk mindent, elmosogattam mindent, mármint ilyen szerszámokat, meg ilyenek, ezek a legrosszabb az egészben, amikor el kell mosni. A kamerához beszélek. Úgyhogy megyünk haza, én nagyon éhes vagyok már, és utána pedig valószínűleg ezt a videót vágom meg, mert valószínűleg holnap nem lesz rá alkalmam, mert nem holnap, mindegy, de megpróbálom megvágni még ma este, mert szerdán lesz nagyon húzós napunk, szerdán jön a villanyszerelő kapcsolókat rakni, meg lámpákat, jön a klímás, a festők elvileg levonulnak, fürdőszoba az kész, mit akartam mondani? Ennyi. Azt hiszem szerdán. Ennyi, ha jól emlékszem. Úgyhogy nagyon fáradtak vagyunk már, de még hajt minket az, hogy már tényleg a vége fele járunk. És olyan jó ránézni az egészre, és jó az, hogy benne van a mi kezünk munkája is. Úgyhogy ennyi szerintem, amit így hozzáfűznék a mai naphoz, meg a tegnapihoz is, és tiszta vízi cipőm, mert mosogattam a szerszámokat, és tiszta víz a lábam, úgyhogy sietek, mert tegnap is tiszta víz voltam, és reggelre folyt az orrom mellett, hogy kicsit meghűltem, mert azért már amikor lemegy a nap, eléggé hűvös van, de nem baj, gyerekek, holnap találkozunk az 5. vlogtober epizódban, addig is legyetek jók, szia!